A helyi lelkészt kérdeztük a viharról és a károkról. Egyszerűen csak feltámadt a vihar, hirtelen jött. Aztán már csak azt hallottuk, éppen kint voltam, próbáltam a parókia udvarán menteni, ami menthető, hogy el ne fújja a szél, ami mozdítható. Aztán csak egy hatalmas csattanás, és az egy éve már fent lévő idéglenes tető a templom tornyunk tetejéről lecsapódott ide, hogy végül is, hogy mekkora volt a kár, azt csak később tudtuk meg, amikor a katasztrófavédelem munkatársai megjelentek, és akkor azt mondták, hogy hát itt ők se tudnak mit csinálni, hívnunk kell azokat az ácsokat, akik majd a további munkálatokat befejezik, és valóban hálát adunk a mindenható Istennek azért, hogy nem történt személyi sérülés, nem a 33-as főútra borult le ez a tető, sem az új toronyra, ami itt látható, hanem tényleg egy ilyen semleges helyre. Úgyhogy tényleg talán ha a rosszban azt látjuk, hogy rossz, mégis van benne jó is, hogy egy ilyen helyre borult le, de mégis ott van bennünk az a szomorúság, hogy egy picit várhatott volna. Picit várhatott volna. Két hét lett volna még arra, hogy ez lekerüljön, talán nem ennyire drasztikus módon, de a településünkön és több helyen egyébként a vihar megrongálta az épületeket. Ez még most még itt nekünk ez egy tragédia, de hiszük azt, hogy ebből is csak jó lehet majd a végén.